Az már lé. Lehetem drukkolni. Játékos feladaton keresztül versenyeznek egymással a tanúta gyermekei. A Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület 2015 óta működteti a családok átmeneti otthonában a tanodát, aminek működése minden évben kérdéses volt, hiszen a kiírt pályázatokat nem mindig sikerült elnyerni. Most a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság programjában összesen 13,5 millió forintos támogatást nyert az Egyesület a tanoda elkövetkezendő 3 éves fenntartására. Így 2023. december 31-éig biztosítva van a Moson-Magyaróvári tanoda működése. Ez egy 13,5 millió forintos támogatási összeg, ugye ez viszonylag nagynak tűnik, de azért nem olyan nagy, hiszen hatan dolgoznak a tanodában, és a hat embernek a munkabére viszi el a költségnek a 70%-át, 30% marad szakmanyagokra, kirándulásokra, bérleti díjra, tehát ilyen feladatokra. A tanoda egyfajta tanulószobaként működik hétfőtől péntekig délután 2 és 6 óra között. A gyermekek egyéni és kiscsoportos fejlesztéseken vesznek részt, a hátrányos gyermekek felzárkóztatása, kompetenciafejlesztése történik. Tavaly ősszel a támogatásoknak köszönhetően megszervezték a tanodába járó gyermekek uzsonnáztatását is. Hogy továbbra is enni tudjanak délutánonként a gyermekek, a továbbiakban is várják az adományokat a Moson-Magyaróvári Kulturális Egyesület számára. Nagyon örültünk annak, hogy és itt szeretném megköszönni a szülők, a gyerekek és a kollégáim nevében, hogy elég szép összeg gyűlt össze, és nagyon sok mindent tudtunk vásárolni a gyerekeknek, ami megoldja a mindennapos uzsonnáztatást. Ha hátra fáradna majd a kamerával, ott lehet látni, hogy mi minden várja a gyerekeket, már bele is kóstoltak. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a kezdeményezés folytatódna. A tanodát látogató gyermekeknek az idei évben is számos programot szerveztek, amik valószínűleg az év második felében valósulhatnak majd meg. Ezek elsősorban kiállítások, kirándulások és kulturális programok lesznek. A tanoda legfontosabb célkitűzése, hogy csökkentse a szociális hátrányokat, erősítse a tanodás diákok identitását és fejlessze személyiségüket.